Na sziasztok, én Milán vagyok, itt vagyunk egy újabb videóban, amiben megmutatom nektek, hogy hogy tudtok MSTS-hez activity-t csinálni. Hát, mint mindig, bemegyünk a Google-be, és beírjuk, hogy mapcsoport.hu, hát nekem így ez a menetrend megvan, de aki nem tudja, hogy hogy kell ezt megnyitni, az beírja, hogy mapcsoport.hu. Itt van egy menetrend letöltése, közforgalmú menetrend, és itt van a 2021-22-es évi menetrend. Csak én ezt használom. Most megnyitok négyet, mert négy vonalnak nézzük meg a menetrendjét, én már megnéztem, hogy mit fogok összeállítani activity-nek. Megnyissuk a 249-es oldalt. Csinálhassátok ugyanazt az activity-t, mint én. Ez a Balaton délpályán lesz. Itt ezt a személyvonatot fogom megcsinálni. 256-os. Itt, tehát ez az, ami velünk szembe fog jönni. Ez az első. Utána jön a 30-a vonal, 239-es. Kicsit túlmentem. Itt lesz a 30 alvonalnak is, de hát ez nem lesz sok. Csak egy G43-as. Itt ez fog bent állni. És még a 351-es, ami a 44-es vonalé lesz. Itt van. És ez a vonat fog állni bent. Igen. Hát igen, ez. Ez jött, és így megy, ha jól látom. Na hát, most meg lehet nyitni a teljes erőt konziszt editorját. Ezeknek lent lesz a leírásba a link. És meg lehet nyitni a vagonwebet is. Itt még csak 2021-es összeállítás lehet használni, mert 2022-eshez még nincs sok feltöltve. Úgyhogy itt be is írom a 8724-es személyvonatot. Itt van egy szili lesz. Én nem szeretek nagyon flörtöt vezetni, úgyhogy ez az összeállítás lesz. És mondjuk a 85-17, az nem. Most, megnézem egy másik menetrenden, hogy hanyas szili szokott rajta menni. Hát itt is csak azt írja, hogy 43 megy. De nem baj. És akkor, ha betölt a Consist Editor, akkor jövök. Be is töltött a Consist Editor. Hát nekem sem volt sok idő, de most egy szünetre állítottam, én nektek sem.
és ez lesz a vonatunk. Úgyhogy file 8724. Most én ezt is beleteszem a konziszt. Ahogy megcsinálom a konzisztot. De mondjuk benne volt a TT készítésbe is. Most megnézek egy másik vonatot, amin Szili szokott menni, és a Balatonon jár. Mondjuk a 96-os Szili. Az megvan nekem, úgyhogy a 96-os Szili lesz. És két BY. Itt a Consist Units-ot meg szoktam nyitni. Ha mondjuk rossz sorrendbe teszek, egy kicsit ki tudjam javítani. És itt következő vonat az ez lesz, 8725-ös. Hát ez most lehet egy flört is. Úgyhogy én így beírom, hogy könnyű legyen majd megkeresni. És pont van 23-as flörtöm, amit beleteszek. És van videóm, hogy itt kell flört összeállítást csinálni, de itt is megmutatom. C-jegységet meg kell fordítani, és a C és a D közé a flört csatlást betenni. G45-ös G43. Az pont nincs, de másik G43-as megnézünk. Ez 13-18-kor fog indulni. Mondjuk megnézik azt, ami előtte ment. Hát ez most egy kék flört lesz. És a 35-45-ös. Én most már így szoktam, hogy a menetrend szerinti AI vonatot teszek bele. Tehervonatot még nem. És a következő az az S440-es lesz. Erre nem is kellett volna rákeresni, úgyis tudom, hogy azon Desiro jár. Én most az Actu Desiro-t teszem bele. Most a 30-as vonalat nézzük. Ez fog jönni majd ott a két vágány szakaszon. És utána 13-16. Igen, 13-16-kor leszünk lepsénybe. Úgyhogy a 845-ös Taupart Intercity is fog jönni.
Hát ezen csak círmos jár, úgy látom. Hát igen, círmost fogok rátenni. Most megnézem ezt a legfelsőt. ABM Z kocsi. Hát az csak ilyen van, úgyhogy ezt nézem meg. Majd nem csak a teljes erőt linkjét teszem le a leírásba, hanem a MÁV csoportét, azt mondtam, meg a vagonwebet is. És most jön itt a következő vonat. Hát ott nem, hanem szerintem valahol át fog haladni, ahol megállunk. Mondjuk, nem tudom, Balatonvilágos szerintem egy megállóhely, és hát itt végig. Nem is azt a menetrendet néztem. Hát akkor csak itt lesz kereszt. Akkor még beleteszem ezt is. A Balaton Intercity-t. Hogy majd áthalad. Hát igen, ez Trax lesz, 20-as Trax. Ez. És ezt az összeállítást fogom megcsinálni. Egy AMZ. Szerintem nekem VRRMZ-m van. Igen. És pont van ilyen régi is. BPMZ lesz még. Ilyen felújított lesz benne. BYDEE. Három BY. BYDEE. És most legyen még egy BYEE is. Hát ez egy jó hosszú összeállítás. És a konzisztok megvannak. Most kiléphetünk. És itt, ahova telepítettétek az open részt, megnyissuk a TrackViewer-t. És ha itt betöltöttél,
kitettem nagyba. File. És hát ahogy a TT videóban is mutattam, telepítési könyvtár kiválasztása és utána pálya kiválasztása. Most ez a Balaton D pálya lesz. Itt most betölti, amit akar. Itt is van. És mi ide fogunk jönni Székesfehérvárra. Hát nem tudom, hogy hanyadik vágányon szokott lenni ez a vonat. Én most beteszem ide. A második vágányra. És mellettünk lesz a... Jössz így, Székesfehérvár. És Siófok. Ide a második vágányra. Itt fogunk tovább menni. Nem a 20-as vonalra, hanem itt állítunk egy váltót, és megyünk egyenesen a 30-ason Székesfehérvár repülőtér, Szabadbattyán. Igen, erre. Itt egyes, vagy hát itt egy vágányú a vonal, Kiscséri puszta, Polgárdi. Itt lesz Lepsény, az első keresztünk. Mondjuk menjünk kitérőbe ide. Egy kicsit lejjebb. Mondjuk itt is a... Hát menjünk a harmadikra. Igen. És majd mondjuk a negyedikre jön a tóport. Itt tovább. Balaton, Aliga. Balaton világos, ahol volt videó, MSTS-be, Szabadi Sorstó és Szabadi Fürdő. És Siófok végállomás. Itt menjünk ide a második vágányra. Ha jól tudom, ide szokott menni a 35-ös vonalon a Bizmut. Most ez nem lesz benne. Útvonal szerkesztő és mentés. Most megnyitom itt a konzisztot, hogy meg tudjam nézni, hogy milyen vonat van még. 845-ös. És így kimásolom. Na, akkor a 845-ös fog jönni. Itt. Igen, ez a tópart lesz, amivel Lepsénybe lesz keresztünk. Itt Zamárdira fogom letenni. És fontos itt is, hogy itt ezt ne pipáljátok be, hanem itt ne legyen benne a pipa, hogy AI vonat legyen. Itt megváltoztassuk a kezdőpontot. Itt kitérőbe menjen. És itt is. Itt egyenesen. Tudom, hogy nem itt lesz kereszt, hanem majd nem is itt, hanem Lepsénybe. És ez majd itt fog
egyenesen jönni. Itt erre a vágányra kell lesz mennünk, úgyhogy itt egy kitérőt állítunk. Itt megyünk egyenesen Székesfehérvárra. És ez a Balaton Intercity lesz. Itt. Igen. És... ...1354. Hát az majd nem lesz benne, de mondjuk leteszem Balaton Szemesre. Igen, ott még fogunk venni. Hát ez még lehet, hogy egy kicsit hosszabb lesz, mint a... Hát, ilyenkor, ha kidob, akkor hát vissza kell tölteni. Sokszor csinálja ezt. És akkor most ez Balaton Szemes. Megkeressük. Itt van. És megyünk egyenesen. Itt van. Siófok. Itt is váltót állítunk, meg végre fogunk érkezni. És ez menjen egyenesen Székesfehérvárig. Most visszamegyek ide a konzisztokhoz. A Székesfehérvár első vágányán fog állni. És megint kidob. És itt is ide tesszük. És itt ez a 30-al vonalon fog tovább menni. Itt állítunk váltót, és menjen egyenesen. Ide. Ez lesz. Kis cséri pusztára fogom letenni. És lehet, hogy itt nincs vágány, úgyhogy inkább megyek oda, ahova eddig is vitte volna. Csak az nem akarom, hogy szembe menjek vele. Igen, most kitérő lesz. Váltót állítok, úgyhogy így megy tovább. Csak pont ott megy tovább, ahol itt van peron.
úgyhogy szerintem ez egy tehervágány. Na most ez így lesz, hogy ide viszem. És így majd átmegy a váltókon. És most jön a puszta szabolcsi személyvonat. Itt lesz az a vágány. Azt hiszem a 7. Csak hát ez nincs benne. Úgyhogy ez most itt fog le, itt fog állni. Remélem itt még van perum. És itt megy a 44-es vonalra. Kész van az útvonal is. Most visszamegyünk a teljes erődbe, és megnyissuk ezt. Egy kicsit ez is sok ide. Van, itt is kiválasztottuk az MST-es mappát, mint a teljes erőtnek, meg hát mint az útvonal szerkesztőnek, itt rámentek még egyszer, itt van még Balaton, és betöltitek. Hát itt mondjuk az Alföld pályánál meg KD-nál sokat kell várni, hogy betöltsön, mert azok nagy pályák. Ezt be is töltött, és hát mondjuk itt tudtok ebbe a teljes erődbe tudtok pályát építeni. Én azt nem tudok még. Vagy hát egyszer építettem, csak az se sikerült nagyon. Itt megnyomjátok az F4-et. New Activity. Activity Info Open Settings, és itt én szoktam adni egy leírást, Székesfehérvár, Siófok között. Ide beszoktam írni egy jó játékot, és hát a készítőt. Kor indulunk, úgyhogy 12.50-re tesszük azt, hogy a start time-ot, és itt megnézzük. 12.52-kor indulunk, és 13.44-re érkezünk. Hát ez most, én azt fogom beírni, hogy 1 óra 8 perc, mert 14 óraig fogom majd állítani. Ezt be lehet zárni, és itt van a Service Editor. És így én nagy ablakba szoktam tenni. New Service. Ez a mi vonatunk lesz. Consist.
itt megkeressük a számát, és ez itt lesz, túlmentünk egy kicsit. Itt is van. Itt az útvonalban könnyű kiválasztani, mert én még nem csináltam útvonalat erre a pályára. És itt kiválasztjuk, hogy hol álljon meg. Székesfehérvár, repülőtér, Szabadbattyán, Kiscséri, Buszta, Polgárdi, Lepsény, Balaton, Alika, Balaton, Világos, Szabadi, Saustó. Itt több van, úgyhogy egyet kiveszünk. És így hagyjuk. Most megcsináljuk a következő ait. Ezt ugyanúgy megnézzük itt a konzisztokba. És most fog jönni 845-ös. Így itt is kiválasszuk a konzisztot. Mondjuk azért a legkönnyebb, ha mondjuk 19.000 a vonat száma, úgy könnyű, nem kell ide lemenni. 845. És hát ez egy Intercity. Úgyhogy itt megáll majd. Zamárdi, Siófok. Hát meg is nézem itt. Hát igen, ez most fordítva tette, úgyhogy ezt kipipáljuk, és itt a többit nem. Itt Siófokon megáll. Majd. És igen. Siófok, Lepsény. Itt addig kivesszük a pipát. Siófok, Lepsény, és utána csak Székesfehérvár. Úgyhogy itt az összeset ki lehet szedni. New Service. 875. És a 875-ös az a Balaton Intercity lesz. Megint túlmentem. Itt van. És ez fog jönni. Ez. Ezt is úgy tettem le, hogy Zamárdi legyen az indulási helye. Úgyhogy, hát ezt most itt nem írta be jól, úgyhogy így kivesszük. Szerintem Siófok se lesz jó. Most ez sokat csinálja azt, hogy felcseréli a az állomás neveket. 35-45-ös. Az könnyű lesz. Ez csak egy megállót fog menni, vagy hát annyit se. Itt van. Itt is. És hát ezek így maradhatnak is. Következő 87-25. Ez fog jönni majd. Ott. Na hát ez jön majd ott a kétvágányú pályán. Itt is megkeressük a konzisztot. Ez, meg ez. Kiscséri, Puszta, Szabadbattyán, Székesfehérvár, repülőtér és Székesfehérvár.
Csak ha több van, akkor az egyiket kiveszik. 34.125. Ezt is beletesszük. Hát az összeset, hogy működjön, és olyan legyen, mint az igazi. Vagy hát nem biztos, hogy olyan lesz, mint az igazi, mert lehet, hogy vannak tehervonatok, csak én azt nem teszek be. Jó, ez itt fog megállni, rámegyünk a művonatunkra, és road save. Kilépünk, itt a playernél kiválasszuk, hogy 87-24, rámegyünk, itt is, és újra elmentjük. Traffic editor. Itt már csak ez kell. Add new. És itt hát kiválasszuk a 87-25-öst, a szervizét, és az akkor fog leszpónolni, amikor mi 12.50-kor add new. 35.45-ös is 12.50-kor, és a 34.125-ös is, mert ezek Székesfehérváron fognak állni. Utána jön a 800, vagy hát nem, ja, de utána jön a 845-ös. Ez. Igen. Hát ezt is 12.50-kor tesszük le. Ezt is így megcsináljuk. Most fog jönni a 875. Amit Zamárdi 13.50-re teszünk le. Így. Én itt a legfelsőre szoktam rámenni, és szép. Fontos, hogy itt csak az AI vonatot írjátok be. Nem azt, amivel ti is fogtok menni. Itt kiválasztjátok a trafikot, rámentek. Így. És elmentitek. Most lehet írni a menetrendet. És itt 52-kor indulunk. Ötvennégy-ötvenöt lesz a Székesfehérvár repülőtér. Utána 13.01, 13.01. Hát most, ahogy írja a menetrendbe, én úgy csinálom meg. Igen, és 13.06. És itt is írjátok át az órát is. Itt jön a 13, 16, 19.
Itt fogunk állni 3 percet. 13, 25, 26. És én se írtam át, nem figyeltem. Hát bocsánat, ha halljátok, csak most itt megy egy mentő. 26. És... 28, 29. Csak itt dupla kattintással is be lehet írni. Vagy úgy is csinálhassátok, hogy itt kijelölitek az egészet és kitörlitek. Szabad is ostold. 35, 36. És jó fok, 13:44. És ez 14:00 lesz. Most megnézem, hogy jól írtam ebbe. Igen, 13:13. Jó, és most megnézzük a sorrendet. Székesfehérvár, Székesfehérvár repülőtér szabadútján. Igen, Kiscséri, Puszta, Polgárdi, Lepsény. Igen, Balaton, Aliga, Balaton, Világos, Szabadi, Sehostól. Igen, Szabadi, Fürdő, Siófok. Igen. 87-25-ös. Hát ez 50-kor érkezik, 50-kor indul. Beírom 05-re, és mondjuk 06-ig legyen ott. Csak ezt is átírom 13-ra. Így. Ez a G43, 13-18. Itt rá szoktam menni egy kalkulét, hogyha tovább nem akarom beírni. Csak ezt menetrend szerinti vonatnál ne használjátok, mert mondjuk a 30-al vonalra Kelenföld és Déli között 7 perc a menetidő, és a kalkulét azt írja oda, hogy csak 2 perc. Itt van ez, 13:20. És igen, itt ezt ki. Na, itt vagyok újra, csak hát a bendikem az ilyen. Itt ezt átírjuk Szamárdira, és megkeressük ott a menetrendbe is, hogy 845. Ez lesz. És ez
12:54-kor indul innen. 12:54, 13:01-03. Most így. És Székesfehérvár 13:36-37. Ezt is tudom, hogy ilyenkor indul. És az ez lesz. Igen, 0-1-0-3, csak nem 13, hanem 14. És ez nem áll meglepségbe. Hát akkor ezt elrontottam, na mindegy, most meg fog állni. Rámentek arra a vonatra, ami be van pipálva, mert ti fogjátok vezetni. Road save. Kiléptek. Itt is road save. És kiléptek. És most már lehet menni tesztelni, amit mint a TT-s videómnál egy másik videóban fogok. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek, ha tetszett, lájkoljátok, iratkozzatok fel, én Milán voltam, sziasztok!